Az én témám a félelem a jövőtől volt. Azt írják egyes értekezések, hogy a félelem a saját elménk trükkje. Áthut az agyunkon egy stresszes gondolat, és már is megindul a vetítés, beindul a fejünkben a film, amit saját magunk rendezünk, amelyben lepereg az, amitől félünk, vagy az, ami érzelmeket vált ki belőlünk. Az elménk folyton ki akarja következtetni, hogy mi fog történni ma, holnap, vagy jövő héten. Egy hónap múlva, egy év múlva peregnek a képek, és ha ezek a képek olyan gondolatok szülöttei, amelyek kedvezőtlen hatásokat vetítenek elénk, már is rosszul érezzük magunkat, és félünk, szenvedünk. Pedig ez még nem is a valóság, csupán elképzeljük. Farkas József lelkipásztor írta le, hogy Németországban egy tudós egy éven keresztül minden nap lejegyezte, hogy aznap mitől félt, mitől volt stresszes, függetlenül attól, hogy az a dolog, ami az aggodalmát okozta, megtörtént azután, vagy nem lett belőle semmi. Egy év elmúltával azután összegezte kutatásainak eredményét, és rájött, hogy a szorongatást, félelmet, szenvedést okozó előre elképzelt dolgokból 12% volt olyan, ami beteljesedett, és 88% volt, ami csak gondolatait fertőzte meg, saját agyának szüleménye volt. Ezen keresztül világított rá annak az igének a fényére, hogy ne aggódja holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, és hogy elég minden napnak a maga baja. Nem vagyok tudója az emberi félelmek magyarázatának, elemzésének, érezni viszont már éreztem félelmet. Úgy gondolom, ahány ember és ahány fajta élethelyzet, annyi fajta félelem van. Az előbbiekben említett valós 12% elviseléséhez, azonban Istentől megkapjuk az erőt, de a 88%-hoz nem. Ezért olyan sok az idegrendszerileg kimerült, a pádiktól néha még az utcára kimenni is képtelen ember. De az az ember, aki éppen egy rossz, számára nehéz, szinte elviselhetetlen élethelyzetben van, nem tudja a kutató módszerével elemezni a saját félelmét, mert szerintem más egy általam elképzelt bizonytalan jövőért aggódni, vagy benne lenni valamiben, aminek nem tudom a kimenetelét, még csak elképzelni se tudom. Leszögezhetjük, hogy az ember legnagyobb ellensége a félelem. Félelem a kudarcoktól, félelem a betegségektől, a rossz emberi kapcsolatoktól, szegénységtől, a munkanélküliségtől, az öregségtől és a haláltól. Létezik ezen kívül még a döntéstől való félelem, ami nagyon nehéz, főleg, ha ez a döntésünk erősen befolyásolja mások létét, anyagi biztonságát. És már is elérkeztünk a mai Biblia óra anyagához. A kijelölt szakasz Lukács evangéliumának 21. fejezetében a 25.-26. vers. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Az új fordítás szerint, és akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartói erői megrendülnek. Márk evangéliumának 13. fejezetében a 26. és 27.
valamint a 31 és a 32. versben olvassuk. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Mindezek az ige versek az emberfia eljöveteléről szólnak, amely majd a nagy nyomorúság után fog bekövetkezni. De most konkrétan csak az előbbi két ige verssel foglalkozunk, a jelekről, amelyek mindenki számára érzékelhetőek lesznek, hívőnek és nem hívőnek is. Lukács 21. fejezete már idáig is ezeket a verseket megelőzően is a végidőkről szólt, aminek nem tudjuk a napját, hogy mikor lesz, de hogy hogyan fog történni, az bizony részletesen le van írva. Az ember valahogy érzi, hogy minden a végkifejlet felé tart, és persze ez nem csak a képzeletünk játéka, mert a Bibliában minden le van írva. És ezt nem csak most, a 21. században érezzük, mert ezt érezték már elődeink is, hiszen úgy fogalmaznék, hogy szép lassan az özönvíz utáni népekből mindenki, mert talán kódolva van az emberekbe, hogy a bűn, a gonosz, amivel együtt élünk, az el fogja nyerni méltó büntetését. Krisztus meghalt értünk a kereszten, hogy megváltson minket, és akik benne hisznek, azok tudják, hogy nem vagyunk végső pusztulásra ítélve. A televízió, rádió híradásait látva, halva, rettenettel tölt el minket a sok-sok katasztrófa, de rettenettel tölt el minket adott háború kegyetlensége is. Sokszor tesszük fel a kérdést, süllyedhet-e mélyebbre az emberiség, mint most? Abban is biztosak lehetünk, hogy ezt a kérdést apáink, nagyapáink, dédapáink is ugyanígy feltették. A jelek azért vannak, tudjuk, akkor meg is történik minden, ami le van írva. A vigasztalás csak az, hogy a hívő emberek számára egy nagy nyomorúság nem lesz vég nélkül való. Mert eljön az emberfia. Emberfia kifejezést a Dániel könyvéből vesszük. Dániel könyvének 7. fejezete, 13. 14. vers. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öreg korú felé tartott, s oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott néki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Jézus nincstelen szegényként látta meg a világot, emberfia volt, mégpedig szegény emberfia. Alázatos volt, szolgálta, és örömmel tanította, gyógyította az embereket, pedig ő az Isten minden hatalommal felruházott fia. Ezekről olvashatunk az apostolok cselekedetei 13. fejezet 33. versben. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg. Nektek váltom be Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Az ember gyakran adhitelt a tévtanításoknak, elhiszi, hogy egy-egy újságcikk vagy olvasmányos könyv látszólag megmondja a tutit. Lehet, hogy nagyon szórakoztató lehet, lehet, hogy megajándékoz, a na hát erre nem is gondoltam élményével, de nem árt, ha mindent az ige tanításán keresztül vizsgálunk meg.
Nemrég olvastam el egy könyvet a keresztények üldözéséről a 21. században, de látni minden híradóban és hírben valamit az iszlám állam rémtetteiről. Viszont ebben a könyvben legalább 50 ország statisztikája volt felsorolva. Nem értek ezekhez a dolgokhoz, és azt is megmondom, hogy nehezen tudnék állást foglalni. Tudom, hogy általánosítani nem szabad, de úgy gondolom, hogy ez ellen a szörnyűség ellen sokkal hatásosabban lehetne védekezni, ha azok a nagyhatalmak, akik rendelkeznek a kellő haditechnikával, nem a saját hatalmi törekvéseikre koncentrálnának. A magunk fajta kisember pedig segítene akkor, amikor kell, és akkor, amikor tud. Ezeket a történéseket még nehezítik a katasztrófák, földrengések, árvizek, szárazság, háborúk és járványok, amikor a világ nem érintett része sajnálkozik, és magában hálát ad, hogy mindez őt megkímélte. Nagy nyomorúság idején ezek a dolgok egyszerre és mindenkivel fognak történni. Mert az, hogy hívő vagyok, nem jelent kivételt, hanem tudást jelent a számomra, hogy a szenvedés nem vég nélkül való. A jelek viszont figyelmeztetnek valamire, üzennek nekünk. A tenger zúgása, háborgása, a népek tanácstalansága, az emberek félelme, az egek tartó oszlopai mind-mind Isten hatalma és irányítása alatt vannak. Ezek felett, a jelek felett nem lehet szemet hunni, mert a napban, a holdban és a csillagokban lesz, mindenki számára látható és érzékelhető módon. Ilyenkor még az ember is Istenhez fordulhat, aki odáig csak legyintett a hitre. Viszont a jelek, a figyelmeztetés a katasztrófák idején van az életünkben egy biztos pont. Tudásunk van a kegyelemről és az irgalomról Krisztusért. Nem tudjuk, hogy mikor történik mindez, elkezdődhet akár a következő percben is. Egyetlen örömhír van benne, hogy a mi Úrunk jön el. A Márk 13:24-26-ban olvassuk, azokban a napokban, amikor a nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. És azt is megtudjuk a Bibliából, hogy azok, akik ezeket a jeleket figyelmen kívül hagyják, az Úrnak napja úgy jön el számukra, mint a tolvaj éjjel, Tesszalonika 1:5. Amikor az embereket leköti a szórakozás, az üzlet, a pénz hajszolása, amikor az egyházak vezetői a világ és politika szolgálatában állnak, dicsőítik a világ haladását és tudását, az emberek biztonságban érezhetik magukat. Majd akkor jön el váratlanul, és nem lesz menekvés. A Nagy Küzdelem című regényben lehet olvasni, hogy 1755-ben volt a történelem egyik legszörnyűbb földrengése. Lisszaboni földrengésként emlegetik, de érintette Indiát, Norvégiát, Svédországot, Nagy-Britániát, Írországot, és még Afrikában is majdnem olyan súlyos volt, mint Európában. A rengés Spanyolországban és Portugáliában volt a legerősebb. A földrengés szökőár követte. Egy ilyen borzalmas földrengés már a mi időnkben is volt, amikor az óceánban keletkezett több mint 10-es erősségű földrengésnek egy hatalmas szökőár volt a következménye, és több mint 200 000 ember vesztette el az életét, és az életben maradottak is mindenüket elvesztő földön futottá váltak.
vagy az sem olyan régen történt, amikor egy szunnyadó vulkán kitört, és a felemelkedő hamu felhő miatt nem lehetett látni sem a napot, sem a holdat. Akadályozta a légi közlekedést is. Most, amikor a tudósok előre kiszámítják, mikor és hol lesz napfogyatkozás, ez mindenki számára a hatalmas látványosság. Nem tudjuk elképzelni azonban, hogy milyen lesz az, amikor nem lesz napunk nappal és holdunk éjszaka. A kényelem és a gazdagság, a fényűzés utáni sóvárgás, mindenki számára elérhető népszerűség és a hatalom mohó hajszolása a jelen életre összpontosítja az emberek vágyait és érdeklődését. Nem gondolunk arra, hogy ez egyszer biztosan véget ér. Ha gondolunk is néha rá, távolinak tűnik, és elhesegetjük a gondolatot. Krisztus viszont szeretettel figyelmeztet. Lukács 21:34-36. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék, mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni, mint azokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Karácsonyra kaptam ajándékba egy könyvet. Szelíd felszólítás. Képzeld el az életed félelem nélkül. Megpróbáltam, és őszinte leszek, nekem nem sikerült. Ebben a könyvben az író leírja, hogy az élet veszélyes vállalkozás. Úgy tűnik, hogy olyan emberek kezébe került az emberiség megsemmisítésének képessége, hogy akik, ha tehetik, ezzel örömmel élnének. Vannak olyanok, akik tréningeket dolgoznak ki, vagy könyveket írnak arról, hogy hogyan tudjuk magunkban legyőzni a folyamatos félelmet. E könyvírója viszont azt tanácsolja, hogy nagyon figyelmesen olvassuk el a Máté 24:4-14-et. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éjinségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ilyen körülmények között kitartani lehetséges-e? Lesz-e olyan erős a hit, ami erőt fog adni. Mindvégig kitartani bizony azt jelenti, hogy a szenvedéseknek összes fajtáján végig kell menni, és csak a legvégén jön el az üdvösség. Megúszni nem lehet, még árulással, kegyetlenséggel sem, mert annak pedig a jutalma az örök kárhozat lesz. E könyvírója azt tanácsolja, hogy merítsük erőt és bátorítást a 27. és a 46. Zsoltárból. 27. Zsoltár. Békesség Istennél. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életem ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok,
szorongató ellenségeim hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem, így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színe elé. Szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejts el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad. Uram, taníts meg utadra, vezess helyesen ösvényeden, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút léhetnek, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. És a 46. Zsoltár, erős vár a mi Istenünk. Karmesternek koráfiai ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ezért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egyfolyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr menny dörög. Megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tört el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene a mi várunk. Mindezek tanítása pedig az, hogy az erős hit, a bátor szív, az akaratom alárendelése az Úrénak, nem az én erőm, nem az én bátorságom, nem az én dicsőtettem, mindez a gondviselő, irgalmas Isten végtelen szeretete miatt lehetséges csak.